Üdvözlök mindenkit, ez itt a Futballkárcón, és a mai videóban pedig Katar pakkokat fogunk bontogatni, méghozzá 6 csomagot, de a 3-3 az különböző országú megjelenéseket takar, ez színben is eltér, nagyon érdekes dizájn, olyan, mintha kiszívta volna a nap ezeket a magyar megjelenésűeket a játékosokról, illetve az Adrian X-erről sejtetett, hogy amúgy nem erről van szó, csak egyszerűen más az egész, hogy meg lehessen különböztetni az országoknak a megjelenését. Egészen elképesztő, mindjárt összehasonlítjuk, megnézzük. Ez a német-angol megjelenésű pak, ami igazából nekem autentikusabb, mert hogy a katari rendezésű FIFA világbajnokságnak ez lesz a színe, ez a vöröses, már majdnem feketés-vörös, de nem piros, szóval ilyen mély-vörös szín, és illik is hozzá, nagyon jól néz ki amúgy egyébként ez a design, a logó teljesen rendben van. Nekem ez egy picit ilyen stílusidegen, hogy úgy mondjam, ez a lila, világos kék, szép szín, csak nem tudom, de nem annyira illik hozzá, de ez jelent meg nálunk. Ez meg, ami a Collector-tól van nekem, ez a külföldi német verziós, aztán majd náluk is lesz ilyen világosabb színű, de igazából lényegi különbséget nem hiszem, hogy találunk. Mindenesetre meg akartam próbálni, hogy így mind a kettőt bontsuk, illetve hogy elmondjam, hogy tényleg valószínűleg nincsen nagy különbség. Aztán majd kiderül, az első, amiből kiderülhet, hogy van-e különbség, az igazából a checklistes kis esélylatolgatós rész. Na nézzük. Szóval, Heroes ugyanannyi contender és speciális, sőt, az esélyek is teljesen ugyanazok, 55 csomagonként Invincible, és 495 kártyát lehet kigyűjteni, ez rengeteg, ez nagyon-nagyon sok, közel 500 kártya, úgyhogy tök ugyanazok az esélyek. Dupla vonalkódos, hey, miért van kettő? Kettő vonalkód van a külföldi verzióson, a német-angol verzióson, menő, érdekes. Az alsón, ami nálunk megjelent, azon pedig csak egy vonalkód van. Cserébe van rajta leírás, azt nem tudom, hogy magyar leírás is van-e. Spanyol, holland, török volt ott még, igen, ez is török-portugál leírás, ez érdekes amúgy, viszont a licenszek ugyanazok, ez a felső részes bemutatás, ez lényegében teljesen ugyanaz, nem rossz amúgy, furcsa, a játékos felhozatala az ugyanaz, ami a pakkokon van, tehát meg lehet találni teljesen telibe ugyanazokat a pakkinézeteket. Most már bontogassunk, átnéztük, igazából nincsen nagy különbség. Nézzük meg, kódos labba vajon lesz-e? Egyelőre nem, ugyanilyen dizájnja van a másik kódos kártyának. Nincs az égvilágon semmi különbség. Jól van, nézzük akkor a kártyákat. Itt jön nekünk egy horvát, egy szerb fans favorite, majd utána egy Power Rüdiger, egy Turner, egy Livakovic, egy Sulmana, illetve egy Akanji, illetve a végére még egy marokkói is. Jöttek a teammétek, jöttek a csillogósok, egyáltalán nem volt rossz, most bontsunk bele a külföldi vagy kollektoros pakba. Nézzük is. Kódos kártya teljesen ugyanaz, semmi különbség nincs. Ugyanúgy nincsen rányomtatva a kártyákra a kód. Van itt egy Magician, Alfaraj, egy Fansfairy Pogba, egy horvát logó, ugyanúgy három a csillogós, még ebbe sincs különbség. Van itt nekünk egy Sultán, egy Kevin De Bruyne, egy Tielemans, Gündogan, illetve egy Corona mexikói játékos. Jöjjön a világos kék. Úgyhogy megválaszoltuk a kérdéseket, srácok, tök mindegy, melyiket veszitek. Top Keeper Szesnyi, gold típusú, kegyetlen jól néz ki, majd utána egy Fans Favorite, illetve egy Titan típusú lap, ez egy egészen jó bontás volt, azt kell, hogy mondjam, jók a csillogósok, amik jöttek. Gordon, Jaremchuk, Slimane, Sun és Tadic. Nem kis játékosok a hírok között is. Következő pak. Kódos kártya. Majd utána pedig egy David, Jonathan David. Game Changer Moretta, itt is jönnek a jók. Uruguayi logó. Lajduni, Fradi játékos. Tunéziai, Delaney. Majd utána egy Brekáló. Egy Lima, illetve egy Musa. Nagyon zsír. Jól van, teljesen elégedett vagyok. Utolsó pakka világos kék színűből. Nézzük, hogy abból milyen. Van itt nekünk egy Angel Di Maria,
Egy miszekni. Jó van, hát majd nézni kell Tunézia meccseket, hogy hogy kell kiejteni rendesen a neveket. Saudarab, Alfaraj, majd utána egy Torreira, Morita, Brozovic, illetve egy Bakut és egy Ali katari játékosok, köztük pedig a szép kis csillogós lapok. Nézzük az utolsó pakkot. Már bontódik is, kódos kártyával. Ez pedig egy Harry Maguire védőknek a legjobbja, egy Baba, majd utána Aboubakar, Vincent Aboubakar, egy Herrera, egy Gosens, egy Karim Benzema, egy Bentakör, illetve egy Cancedo. Canedo? Na mindegy, szóval nem rosszak ezek se. Sajnos ilyen Topmaster legenda meg rookie lap nem jött, én azokra még számítottam volna. 6 csomagot bontottunk ki, nem volt ez rossz, fogunk még bontogatni ilyesmit, köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, természetesen megyünk majd tovább mindenféle izgalmakkal, tehát lesznek itt jó dolgok, de most megválaszoltuk a kérdést, nincsen semmi különbség a világos kék, illetve a sötétebb színű csomag között, csak design, de az is csak a csomagé, kártyáké nem. Legközelebb találkozunk, sziasztok!